Tisztelt konferencia, kedves barátaink, javasolom, hogy kezdjük el a konferenciát. Smuk Erzsébet vagyok, az Ökopolisz Alapítvány egyik társelnöke, és engedjék meg, hogy az Ökopolisz Alapítvány és a Henrik Böll Alapítvány nevében nagy tisztelettel köszöntsem Önöket ezen a konferencián. Külön köszöntöm miniszter urat, aki megtisztelte és eljött a konferenciánkra. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sok új érdekes információt fogunk megtudni a mai témánkat illetően. Engedjék meg azt is, hogy néhány szót szóljak az Ökopolisz Alapítványról, amelyik a alapítvány a kezdeményezője és a főszervezője ennek az esemény sorozatnak. Az alapítvány jó egy évvel ezelőtt jött létre az LMP párt alapítványaként, és célja az ökopolitikai szemléletmód, tudás bővítése és az ökopolitikai alternatívák kidolgozásának az elősegítése és a gyakorlatba ültetése. Az alapítvány tényleg két mondatos bemutatásán túl engedjék meg azt is, hogy néhány gondolattal jó magam is hozzájáruljak a mai konferencia témaköréhez. Azt gondolom, hogy mindannyian érzékeljük, hogy az útkeresés időszakát éljük, és válságok hátán vannak, amelyek nyilván egymással összefüggnek. Nagyon sokan a mostani válságot és a válság megoldásának a lehetőségeit összehasonlítják a múlt század nagy gazdasági világválságával. És szeretném két nagy különbségre felhívni a figyelmet, amely azt gondolom, hogy ugyanazokat a megoldási lehetőségeket nem teszi lehetővé, mint amit a múlt évszázad elején történt. Az egyik ilyen nagy különbség, hogy a nagy gazdasági világválság idején a Földön mindössze 2 milliárd ember élt, ma 7 milliárdan vagyunk. Másik nagy különbség, hogy a múlt évszázad elején még bőven a Föld eltartó képességén belül voltunk, ami azt jelentette, hogy az erőforrások, természeti erőforrások, energia még bőven rendelkezésünkre állt. Ma eljutottunk oda, hogy másfél bolygónyi földet használunk, vagyis lényegesen túlléptük a földnek az eltartó képességét, aminek ugye az is a következménye, hogy a fosszilis energia kitermelési lehetőségek csökkennek. Tudjuk azt, hogy a fosszilis energiaforrások felhasználása nagyon komolyan hozzájárult a klímaváltozás tényéhez, és nagyon sokan megoldásképpen, alternatívaként az atomenergia használatát javasolják a klímaváltozás és a fosszilis energiaforrások alternatívájaként. De tudjuk azt, hogy jött Fukushima, és a Fukushima ráirányította az emberek, társadalmak, politikusok figyelmét az atomenergia használatának a kockázataira. Emellett ugye másik tényező a mostani gazdasági világválság, amely egy másik témakört kezdett el ezzel kapcsolatosan mélyebben vizsgálni, nevezetesen, hogy mennyibe kerül az atomenergia használata. Nagyon sokan és egyre többen szeretnénk világosan látni, hogy mibe kerül egy-egy atomerőmű létesítésének, bekerülésének a költségei, mibe kerül a működtetés, mibe kerül egy-egy atomerőmű kivezetésének a költségei, és ezeknek mik a társadalmi vonatkozásai. Az is hozzátartozik ehhez a témakörhöz, hogy az alternatív energia használatának, annak a részarányának a bővítése szintén komoly forrásokat igényel. A kérdés az, hogy ezt honnan, miből tudjuk biztosítani. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet a Nemzetközi Energiaügynökség nem régen megjelent tanulmányára, amely az energiakilátásokkal foglalkozik, és nagyon fontos megállapítása, hogy az a legfontosabb a klímaváltozási célok megvalósításában, tehát az az energia, amit nem használunk fel.
Az Ökopolisz Alapítvány szeretné, hogyha a mai konferencián is őszintén, nyíltan, tabuk nélkül beszélhetnénk ezekről a kérdésekről, számba vehetnénk, hogy mik a hátrányai, kockázatai, mik az előnyei, és közös bölcselettel tudnánk a legjobb megoldást megtalálni. Ennek jegyében megnyitom a konferenciát, és felkérem Fülöp Sándort, a Jövő Nemzedéke Ombudsman Hivatalának vezetőjét, hogy néhány gondolattal járulja hozzá, szintén a konferencia megnyitásához, és őt követően pedig miniszter urat fogom felkérni.